jön egy ilyen dancsó, és ezt elkezdi kiparodizálni az embereket, az gátolja az, hogy aki mondjuk tényleg jó, is megjelenjen, mert fél attól, hogy ő lesz a következő, úgymond áldozat. Az alapvető probléma az az, hogy amatőr ingatlanosokkal találkozol. Van sajnos, aki nem csinál semmit, csak a jutalékot beszedi. Most egy 3,5 milliárdoson dolgozunk. TikTokon nem akarunk eladni. A TikTokon ismertséget akarunk szerezni. Dancsó Péter nemrég a TikTokra tartalmat gyártó ingatlanosokba állt bele egy-egy furcsán sikerült ingatlan bemutató, vagy igen nagyképűnek tűnő szöveg miatt. Az ingatlanosok megítélése amúgy sem túl fényes Magyarországon. De tulajdonképpen mi az oka annak, hogy sokan nem kedvelik őket? Hogyan változott meg az ingatlan értékesítő szakma a közösségi média hatására, és mi történik akkor, amikor a lakások mellett a self-branding kerül előtérbe? A hashtag mai részében a másik oldalt kérdezzük, tartsatok velünk! Kezdjük azzal, hogy hogy látod a hazai ingatlan szakmának és az ingatlanosoknak a megítélését manapság. Ugye a témában megjelent egy Dancsó Péter videó, nem is olyan régen. Ez merre tolja a mércét? Mivel értesz egyet a videóban elhangzottakkal, és mi az, amivel nem? Jó, hogy összejöttünk, és ebben nagyon mélyen tudok majd nyilatkozni, mert én nekem annyira ilyen szekunder szégyen érzetem volt miatta, mint az ilyen énekes versenyeknél az elején, amikor válogatják a népet. Hogy én az a kedvenc. Igen, az a kedvenc, de ott tekersz is. Tehát, hogy én ott azért tekergettem benne, úgyhogy minden momentumát nem láttam. Hát igazándiból szerintem olyan túl sokat nem tud már rontani. Tehát, hogy nincs hova. Maximum ez egy kicsit újra mainstreamé emelte a problémát. Tehát, hogy az alapvető probléma az az, hogy rossz ingatlanosokkal, vagy inkább azt mondom, amatőr ingatlanosokkal találkozol. De ez meg maga a fluktuáció. Ez abból adódik, hogy mondjuk az első évben kb. A 60-70% az kihullik, akik elkezdik az ingatlant. A következő 3 évben szerintem még egy 15-20%, és nagyon kevesen maradnak. És ebben a szakmában mondjuk azt mondanám, hogy egy olyan 4-5 év minimum, hogy valahol legyél. És mondjuk én úgy, hogy 17 éve ingatlanozom, úgy mai napig van egy csomó újdonság, amire rácsodálkozok, hogy ez hogy történhetett meg velem. Az ingatlanos szakma, hogyha finoman fogalmazunk, fejlődésre képes és nagyon nagy teret mutat még a megítélés tekintetében, ugyanis valóban a több ezer kollega, a nagyon sok és a kevés képzéshez való elvárás, tehát hisz ingatlanos bárki lehet, aki egy OKS vizsgát tesz, ami azért valami alaptudást ad, de mégsem egy főiskola és mégsem egy nagyon hosszú távú folyamat, ezért nagyon vegyes a kép az ingatlanos tekintetében. Vannak kifejezetten megbecsült és nagyon-nagyon jó ingatlanosok, akiben mindenki megbízik, és akinek adnak a véleményére és tanácsára, és van sajnos az ingatlanosnak a képe, aki nem csinál semmit, csak a jutalékot beszedi egy-egy sikeres értékesítés után. Reméljük, hogy ők vannak kevesebben, és egyre kevesebben lesznek. Hát én úgy látom, hogy ebben érdemi változás nem történt az elmúlt 10 évben, tehát hogy amikor én ezt az egészet elkezdtem, akkor is a béka feneke alatt volt az ingatlan szakma megítélése. Egyébként hozzáteszem, hogy nagy rész jogosan, szóval én nem szeretnék álszent lenni. Egyébként a Dancsós reakció videóban is ezt elmondtam, hogy azért teljesen jogos probléma körökre is ő rávilágít. Persze kicsit azért a kontextusból ki volt egy-két dolog ragadva, meg úgy volt beállítva, hogy ő be akarta állítani. Én azt gondolom, hogy a piacon vannak azért nagyon-nagyon jó szakemberek, akik tényleg felkészültek, igen komoly hozzáadott értékük van. De hát értelemszerűen közülünk nagyon sokan egyébként nem jelennek meg a social médiában, mert hogy mondjuk ők egy idősebb korosztály, akik ezzel nem komfortosak. Én pont az új generációs ingatlan közvetítő vagyok, aki meg kirakja magát több dolog miatt is, majd lehet, hogy erről fogunk is ugye bővebben beszélni, de szeretnék példát mutatni, és hogy egyre többeket arra ösztönözni, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy ez valójában miről szól ez az egész. Mi az emberek baja egyébként az ingatlanosokkal szerinted? Miket szoktak felhozni? Hát szerintem sok ilyen van, tehát például az, hogy nem lehet elérni, nem felkészült. Sokszor van az, hogy mondjuk nem hogy segíteni az üzletet, hanem akadályozza pont ezzel a fajta magatartásával, nem tudom, nagyon elkésik, vagy mondjam, nem hívja vissza az ügyfelet, nem áll a rendelkezésére azok a dokumentumok, amiket kér az ügyfél, nem tud válaszolni a kérdésekre. És amikor valaki felkészületlen, akkor mi van az ügyfél fejében, hogy akkor jobban járnék, ha tulajdonossal beszélnék, hogy választ kapjak a kérdéseimre. Első látszatra
egy eléggé felületes történetnek néz ki, maga az ingatlanozás, hiszen azt látja mindenki, hogy meghirdetik az ingatlant, de valójában most már ez egy komplex szolgáltatás, ami valószínűleg régen is így volt, csak mondjuk nem tudták ennyire elmondani, hogy milyen elemekből áll. Tehát mondjuk, hogyha én megnézem, hogyha behozunk egy nagy értékű ingatlant, ott gyakorlatilag csak a marketing részét, mondjuk kiviszünk 2-3 kameramant, meg ilyeneket, tehát ott ellövünk legalább egy 500 000 forintot. És akkor utána jön még az, hogy befotózás, drónozás, stb. Tehát hogy egy csomó olyan dolgot el kell rálocsolni, amit mondjuk akiket általában találkozik az átlagember, azzal nem fog. Hála az égnek, egyébként egyre több olyan helyre megyek, ahol megszondáztatják. Tehát a legextrémebb, az pont egy 2 héttel ezelőtti példa, ahol a tulajdonos bevallotta, hogy ő valamit 50-60 ingatlanos hívta fel. Egyébként már piacon volt az ingatlan, egy pár hónapja nem tudta eladni, tehát már egyértelműen úgy döntött, hogy szakemberrel szeretne együtt dolgozni, és 14 embert szűrt le, akikkel személyesen is találkozik, és azt leszűkítik majd 3 emberre, és majd az alapján választják. És nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy én szeretem a versenyt. Mert a verseny azt szerintem mindenkit arra ösztönöz, hogy egy magasabb színvonalon kezdjen el dolgozni, meg kénytelen, rákényszerül, hogy akkor valamivel többet kell adnom, mint mások, hogy mondjuk egy ilyen szituációban engem válasszanak. A social media, a tartalomgyártás, a videós tartalmak hogyan változtatták meg az ingatlan piacot, az ingatlan értékesítők szempontjából? Készségszerűen kell használni ezeket az eszközöket, és hogyha még visszatekintünk, ugye kezdődött minden a hirdetési újságokkal, ahol egy 10 sorba kellett besűríteni az ingatlannak a legfőbb paramétereit és úgy eladni, ami utána felváltotta az internet világa, ahol legalább képekkel, leírásokkal tudták az érdeklődést felkelteni. Ez változott meg az elmúlt években azért jelentősen, amióta a közösségi média tartalmak elindultak, hiszen egy újfajta felületen, egy újfajta formátumban kell az ingatlanokat megmutatni, amire van igény a vevők részéről, és ezáltal az ingatlan értékesítőknek muszáj ehhez alkalmazkodnia, és el is indult ez a folyamat. Nagyon-nagyon sok kollégánk csinál videókat, videós bemutatókat az ingatlanról. Ezt amúgy a járványügy és a Covid nagyon felerősítette, amikor nem is tudtak az emberek menni lakást nézni, és nagyon jó hatással volt ilyen szempontból az ingatlanpiacra. Nagyon sok videós tartalom elérhető már, és szinte kötelezőszerűen ezt ki is használják a kollégák. A Facebookkal indultam el, tehát nagyon, azt hiszem egy évig csak az egy platformon, ahol kommunikáltam, és az volt a stratégia, hogy heti 3 posztot raktam ki, tehát például ilyen mindenféle ingatlanpiacsal kapcsolatos hírre reagáltam, tehát írtam ilyen blogposztszerűt, meg néha-néha promotáltam egy-egy termékemet, de megmondom őszintén, az egészet úgy fogtam fel, hogy ez egy gyakorlási lehetőség. Szóval én azt vettem észre, hogy például az első videóim azok arról szóltak, hogy vettem egy kamerás telefont, és akkor így magamat vettem. És az ingatlan bemutató úgy volt, hogy mögöttem a megyi látszódott az ingatlanból, szóval tényleg tök béna voltam. És én ezt így fogtam fel, hogy ezáltal jobb leszek majd az ügyféllel szemben is a bemutató során, hogyha az a videón is ügyes vagyok. A két trend, amit akkor láttam, és egyébként az abszolút mind a kettő bejött, az első a self-branding, a másik pedig a videós tartalma. Most ez olyan irányba ment el, hogy most a short form videó tartalmak, amik most minden platform ezzel versenyez, de nem kell kitalálni itt a nagy dolgokat, rá kell ülni a trendekre. Az ingatlanos egy NPC, aki ott van. A Zsozi atya is, amikor NPC-nek nevezte őket, azért mindenkinek a fejében megvan az, hogy hogyan néz ki ez az ingatlanos NPC, akkor lehet, hogy ez így az ügynökségnek a kreált dolga, mert most rád nézek, te is egy ingatlanos tartalomgyártó vagy, de nem egy szűk zaranadrág, nem egy slim fit fehéring van rajtad. Hogy lehetne úgy csinálni a közösségi média használatot az ingatlan szakmába, hogy ne az legyél a végén, akiket kifigurázz egyébként ez a Dancsó Péter videó? Alapvetően mondjuk az azért egy cél, hogy ne egy maszkkal lép fel. És szerintem nagyon, tehát attól függetlenül nagyon-nagyon átjön a kamerán keresztül, hogy mi az, ami te vagy. És mi az, ami túl van tolva, mi az, ami valójában belülről fakad. És mondjuk ez az ügynökségi sztereotípia, ez egyébként nem csak az ügynökségben van benne, tehát magában az ingatlanosokban is ez van. Sőt, tehát ezt látod, tehát hogyha megnézel egy filmet, mindig ezt látod. Ha megnézed a Netflixen, millió egy ilyen tartalomban, vagy a többi streaming szolgáltatónál, azért mindenki ugyanabba a zsánerbe igyekszik bele. Nyilván ez nem csak azért, mert a marketinges és az ingatlanosnak a fejében ez van, hanem az átlag ember fejében is az van, hogy hogyan kéne kinézni. Tehát, hogy ez szerintem ezek ilyen arhetipusok, amik
itt vannak velünk. Nyilván mindenki szeretne abba beletartozni, hiszen akkor tudsz úgy működni, meg mozogni, hogy mindenki. Én nekem mondjuk ez régi. Én is voltam egyébként ilyen, tehát hogy én is ilyen élére vasol, stb. De aztán rájöttem, hogy én nem ez van. Igen, hogy én nem ez vagyok, hanem most... Tehát ha valakinek ez megfelel, akkor tudunk együtt dolgozni, ha meg nem, akkor hát sajnos, akkor valószínűleg egy Zara nadrágost fog választani, de most ez van. Több csatornán is megosztunk videókat, és most kezdődött el igazából az, hogy szegmentálunk, tehát hogy tudjuk azt, hogy melyik platformon milyen a közönség, és akkor mondok erre egy példát, mondjuk ugye a TikTokon értelemszerűen alacsonyabb az átlag életkor, máshogy kell ott kommunikálni, és sokkal figyelemfelkeltőnek kell lenni. Szóval sokan azt nem értik, és a Dancsó is ugye erről egyáltalán nem beszélt, és ez nem erről szólt a fáma, hogy a TikTokon nem akarunk eladni. A TikTokon ismertséget akarunk szerezni. Sokan ott látnak először, akkor elkezdik megnézni a többi platformon, amit is látják, hogy akkor tényleg nem csak egy bohóckodó valaki vagyok, hanem itt van szakértelem, mondjuk másik platformon, ez mondjuk jobban átjön, mondjuk például egy YouTube videóban, és utána mondjuk megkeres a honlapomon keresztül. Szóval hogy ezek így minden összefüggnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak ez a platform, vagy az a platform hoz eredményt, hanem ezek így összegészében, mint csomag hoznak eredményt, egyébként mindent mérek. A tavalyi évben a bevételeimnek a 20%-a származott a social platformokon keresztül. Ami lehet azt mondani, hogy sok vagy kevés, tehát ez megítélés kérdése. Most az idén az a célom, hogy ezt szeretném természetesen növelni, de ez jól mutatja, hogy ebből még csak és kizárólag nem tudnék megélni, még én se, aki egyébként a szakmának a csúcsán van. Például nagy értékű ingatlanokra is kifejezetten erős az érdeklődés, akár egy TikTok videó kapcsán, akár egy Instagram képes beszámoló kapcsán, amire nem is feltétlen számítottak még az értékesítőink se, tehát hogy nem csak egy olcsó lakást, és nem csak albérleteket lehet ezen a platformon meghirdetni sikeresen, hanem kifejezetten nagy értékű ingatlanokra is jön érdeklődés. Tényleg el lehet adni egy TikTok hirdetéssel egy milliárdos ingatlant, vagy egy Facebook csoportban például? Nézd, igazániból ezeknek a videóknak azért nem mindig az a célja, hogy te eladj. Tehát ezeknek a brandépítés a lényege. Tehát az, hogy valahova betagozódjál, valahol valamihez társítsanak. Tehát nekem például, sőt kollégáknak is sokszor egy-egy ingatlan az sokkal több új megbízást hoz, mint valós vevőt. Tehát hogy itt ilyen dolgokról is szó van. Mennyi volt a legdrágább összegű, a legnagyobb összegű ingatlan, amit eladtál? Hát most egy 3,5 milliárdoson dolgozunk. Hogy jutott hozzá az érdeklődés? Hát nézd, igazándiból most pont ezt számoltam, nekem egy olyan évi 400 megkeresésem van. Az, hogyha ha eladnám, akkor kb. A piacnak a 0,5%-a, akik megkeresnek, hogy adjam el az ingatlanukat. Úgyhogy ezt is akartam mondani egyébként még az előző kérdésedre, hogy azért ez egy szőnyegbombázás. Tehát gondold be, hogy van olyan videóm, amivel 2 millió embert elérek. Iszonyat mennyiségű, nagyon sok típusú emberrel ember találkozik a videómmal, ott azért akarva, akaratlanul is esetleg beletalálsz olyan emberekbe, akik ilyeneket vásárolnak, de egyébként a tapasztalatom nem is az, hogy mondjuk a luxus ingatlanoknál pörgetnék a TikTokot, hanem jellemzően a gyerekük, barátjuk, általában az ilyen gazdagabb embereknek vannak alapkezelőik, vagy olyan emberek, akik ezeket a pénzügyi dolgaikat intézik, azok már lehet, hogy belelátnak. Most nem azt mondom, hogy aki milliárdos, annak nem fog egy TikTok fölkerülni az iPhone-jára, csak jellemzően nekem ez a tapasztalásom. Amikor azt mondtad a videóban, hogy 100 vagy 200 millió, nem is sok pénz, stb. Ezeket tudatosan csinálod? Tudod, hogy ez ki fogja verni a biztosítékot majd néhány embernél? Tudod, hogy ez megosztás generál? Vagy ez egy ilyen véletlen volt? Nem, ez így van, ez teljesen tudatos. Tehát, hogy tudom, hogy ezen sokan fel fognak háborodni, de hogy az elején meg kell, tehát főleg a videó elején az első 5 másodpercben meg kell hökkenteni az embereket, mert akkor fogják tovább nézni a videót. Tehát, hogy kell valami, ugyanúgy, mint ahogy egy cikknél is van egy nagyon... ugye clickbait, ugye így nevezzük, cikk, és a végén kiderül, nem is arról szólt a cikk, ez is ugyanaz. Tehát először azt kell, hogy megnézze ott, meg azt kell, hogy megnyissa. Tehát ez teljesen tudatos, jön egy ilyen Dancsó, és ezt elkezdi kiparadizálni az embereket, amit én értek, persze hát népszerűséget akar, meg nézettséget, de ezzel olyan
tehát ezek az emberek nem mindenkinek van olyan nagy önbizalma, ez fura lerombolja, tehát ezzel gátolja azt, hogy aki mondjuk tényleg jó, és megjelenjen, mert fél attól, hogy ő lesz a következő úgymond áldozat, akit ugye kifiguráznak. A TikTokról egy kicsit evezzünk át a jó öreg Facebookra, még egy kérdés erejéig. Szóval mondtam neked, hogy van egy csoport, ahova én visszajárok, imádom, ez a Budapest ingatlan kiadó-eladó, és van egy olyan két szó még mögött, hogy reális áron. Na most, hogy az a játék, hogy kiteszi az ingatlanos az egyáltalán nem reális áron a hirdetést, a kommentelők meg szétszedik. Van olyan ingatlanos, akinek ez a sales technikája, hogy felteszi irreális áron mondjuk az ingatlant, és hát ha bejön, ez be tud jönni szerinted? Nem. A piacot nagyon nem tudod becsapni. Mindig szokták mondani ezt, hogy hát annyi az ára, amennyiért megveszik. Nem, tehát 10% fölött én mindig el szoktam mondani a tulajoknak a fűsenő. Tehát nem jön egyszerűen lead, nem jön rá vásárló. Ha 10%-kal túl vagy árazva, a piac rögtön visszajelzi, látod az oldal letöltéseken, a megkereséseken, stb. Tehát, hogyha valaki ennyire túlárazva rakja föl, soha az életben nem fogja eladni. Nekem nem sikerült a 17 év alatt pár száz ingatlannal, vagy pár ezerrel, tehát hogy nem tudod ezt megugrani. Úgyhogy ez valószínűleg inkább az, amit te látsz, hogy a nagy irodáknál van egy elvárás, hogy hozz be ingatlant. Ezzel találkozol te igazándiból sokszor, amikor felüllicitálják egymást, hogy valaki mondjuk megcsinálta rendesen a matekot, megcsinálta az értékbecslést, és utána mondja valaki, hogy hát én ezt 5-tel, 10-zel, 20-zel, 100-zel, millióval eladom drágábban. És ez valójában igazából arra játszik, hogy meglegyen neki az a heti 5-6 olyan megbízása, amit utána, és akkor van egy strigula, nem kellett büntit fizetned, vagy nem tudom, attól függ, hogy az aktuális cégnél mi a penzum. Mindig azt mondom, hogy az legyen a minimum, hogy hívjon ki egy ténylegesen megfelelő szakembert, és méresse fel az ingatlanát, hogy ez nagyjából mennyit érhet, és utána még mindig el lehet dönteni, hogy akkor én milyen stratégiával megyek a piacra, hogy egy ideig megpróbálom magam, és ha nem megy, bevonok szakembert, vagy egyből szakemberre, mert látom a hozzáadott értéket, és azt mondom, hogy akkor az ő kezébe bízom magam. Ezért próbálok mindenféle eszközt használni, hogy ezeknek a jó példák is kikerüljenek, lássák azt, hogy itt van tényleges magas szintű szolgáltatás. Sajnos még nem olyan sokaknál, tehát én azt mondom, hogy a szakmának a 80%-a olyan, aki nem idevaló, tehát ez megint csak az is generálja sok negatív tapasztalatot, sok olyan embert is bevesznek a szakmába, nagyon alacsony a belépési korlát, aki nem idevaló, akinek nincsenek meg az a képességei, vagy túl hamar engedik ki úgymond a piacra, tehát hogy nincs egy olyan vezető, aki megy vele az elején, aki támogatja, aki valójában viszi a folyamatot, mert neki van tapasztalata, hanem tényleg bedobják az embereket a mélvízbe, hát maximum kétszer, nem tudom, elmennek vele egy megbízásbehozást, meg kétszer odaül mellé a hideghívásnál, és így ennyi. Ez volt már a Kestek, köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, jövő hét szerdán találkozunk, sziasztok!